Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled, és mit fog közölni veled? Először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ő áll most a középpontban. Minden úgy történik, ahogy ő akarja. Azt is szeretné, hogy megkapja tőled az elismerést, hogy te tekints fel rá. Mi az ő gondolata? Megnézzük a terveit. Itt látható a kereszt, és az jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát találkozni akar veled. Fontos döntéseket hoz, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az érzelmei. Ez a kutya vagy azt jelenti, hogy ő hűséges hozzád, és megbízhatsz benne, de azt is jelentheti, hogy jelenleg úgy barátilag közeledik hozzád, és még nem beszél érzelmekről vagy a jövőről, holott tervezi veled együtt ezt a közös jövőt. Mit közöl veled? Itt a hold utal az érzelmeire, a vágyaira, az álmaira. Az is lehet, hogy álmodik, vagy álmodozik rólad. Megjelensz az álmaiban. Mi az, amit szeretne mondani, de nem közli veled? Ez a kép azt jelenti, hogy közeledik hozzá, de erről nem beszél. Vagy lehet ez egy másik férfi is, és fél attól, hogy te valakivel megismerkedsz, tehát féltékeny, de erről nem beszél. Hogy lát téged? Itt te állsz a középpontban, és így tekint rád. Tehát ti összetartoztok, hiszen ez a jóslás erre utal. És mi fűz össze benneteket? Ez a ház jelenti a közös otthont, ez, amit ő tervez, veled együtt élni. Vagy ez a ház jelentheti a házasságot is. Amennyiben munkáról, hivatásról van szó, akkor jelentheti ez a kártya azt, hogy veled közösen szeretne kiépíteni valamit. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!